Lettország fővárosában, Rigában rendezték a Rallycross világbajnokság szezonjának utolsó előtti fordulóját. A mezőnyt változatlanul egy magyar résztvevő, Szabó Krisztián erősítette, aki az előző futamokhoz hasonlóan az elődöntőig jutott. Az Audi is a rajtot követően a 6. pozícióban állt, azonban már az első kör végén teljesítette kötelező jokerét, ami kifizetődő taktikának bizonyult. A korai jokernek köszönhetően Szabó egy ellenfelét megelőzve 5. zárta a 2. elődöntőt. Az első helyet Timi Hansen szerezte meg, aki a döntőben szintén nem talált legyőzőre, így a bajnoki összetettben 1 pont előnnyel utazik a dél-afrikai szezonzáróra. Üldözője Andreas Backerud és a kisebbik Hansen, Kevin is eséllyel pályázik a 2019-es világbajnoki címre. Rigában befejeződött mindkét Európa-bajnokság szezonja. A Super 1600-ban Marton Gergely döntőbe jutott, ezáltal megszerezte az összetett 2. pozíciót. A Supercarban rendhagyó módon 3 versenyző is az elődöntőbe kvalifikált, igaz, az első 6 között már egyikük sem szerepelt. A magyar különítményt szokás szerint Károly Tamás vezette Audiával, a Peugeot-s Mózer Attila pedig szezonja legjobb hétvégéjét produkálta. Olyan kvalifikációs futam is volt, amelyet a két versenyző első és 2. helyen fejezett be. A Q4 első felvonását uralták, miközben mögöttük a csúszós pályán estek keltek az ellenfelek. Károly újabb pontszerzése révén 6. helyezettként zárta a szezont. A már említett 3. magyar, aki az elődöntőig jutott, Vas Zoltán volt szabadkártyásként. A hazai rallycross állandó szereplője vadonatúj versenygépével, az Európa-bajnok Robin Larsson korábbi Audiával nevezett be a szezonzáróra, erős szereplésével pedig saját magát is meglepte.